Hónapok óta tartó tárgyalás sorozat után aláírták a megállapodást a 2021-es minimálbérről a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány képviselői. A megegyezés úgy szól, hogy februártól 4%-kal nő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér bruttó 161 ezer forintról 167.400 forintra, míg a garantált bérminimum bruttó 210.600 forintról 219.000 forintra emelkedik. Az év második felétől további 1%-kal nőhet a legkisebb bér összege, amennyiben a szociális hozzájárulás összege tovább csökken. Ebben az esetben a második fél évben már bruttó 169.000 forintos minimálbérrel és 221.200 forintos bérminimummal lehet számolni. A munkaadó képviselője azt mondja, 4%-nál többel semmiképp nem akarták emelni a béreket. Mi azt gondoljuk, hogy nem kellene hozzányúlni, tehát változatlanul kellene hagyni. Később a megállapodás érdekében, illetve szociális megfontolásokból azt mondtuk, hogy a kormány által előrejelzett infláció mértékét ennek a legrosszabb kereső és ezért legnehezebb helyzetben lévő rétegnek ennek ellenére lehetne ellensúlyozni, és mint a 3% volt az előrejelzett infláció 2021-re, ezért mondtuk a 3%-ot, és akkor odáig jutottunk, hogy nekünk volt ez a 3%, a szakszervezeti álláspont az 5%-os minimálbéremelés volt, és hát ebből a háromból meg az ötből, hát úgy kicsit adódott, hogyha egyik fél se nagyon akar engedni, akkor valahol középen lehet megállapodni. Ahhoz, hogy ugye forrása legyen a minimálbérnek, mert azt ugye ki kell fizetni valamiből. Az emelésnek aztán alapvetően három ilyen plusz forrása van. Az egyik az infláció, a második ilyen a termelékenység, a vállalati hatékonyság javulása, és a harmadik, hogyha a bérre rakódó járulékok csökkennek, hiszen az is egy költségmegtakarítás, amit akkor erre lehet fordítani. Ebből a háromból tevődik össze, és ugye az alapvető problémánk nekünk az, hogy 2020-ban az elmúlt évben ugye 8%-kal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, és ennek meg is volt ez a 8% forrása ebből a három tényezőből, az előrejelzések szerint. A valóságban a járvány miatt ez úgy alakult, hogy ez a 8%-os forrás egy az egyben eltűnt. Tehát semmilyen forrása nem volt. Hát igazából pénzügyileg így utólag teljesen megalapozatlan és úgymond hitelre ment ez a 8%-os minimálbéremelés, és hát ezért is mondtuk azt, hogy 2021-ben nem kellene tovább emelni, hanem most kellene megteremteni legalább utólag a forrását ennek a 2020-as 8%-os veszteségnek, amit megint csak ugye a hivatalos kormány előrejelzések szerint, amit ez a három mutatóra mondanak, nem teljesen teremtené meg még így sem, de hát 1-2%-on nem múlhatnak a dolgok. Az emelésre a háromból két szakszervezeti konfederáció rábólintott, köztük a Munkástanácsok Országos Szövetsége is, pedig a munkavállalók szervezetei eredetileg 5-6%-os emelést szerettek volna, miként Palkovics Imre fogalmazott, így kisebb veszteséget szenvednek el a dolgozók, mintha nem lenne megállapodás, és maradnának a tavalyi összegek. Az eddigi merev álláspontok annyiban közeledtek, hogy a munkáltatói ajánlatot, ami ugye 4%-os emelésre vonatkozott, két munkáltató által ajánlás, a harmadik által megfontolás tárgyát képezte, nekik még testületi teljes jogú felhatalmazásuk nincsen, de ők is elfogadták, mint ahogy a munkástanácsok is elfogadta, hogy ezt a 4%-ot próbáljuk meg egy megállapodás keretébe foglalni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség viszont nem írta alá a megállapodást. Szerintük a gazdasági helyzet lehetővé tette volna a magasabb emelést is, mondja Tukacs Imre, Tolna megyei elnök. A Magyar Szakszervezeti Szövetség egy átfogó képet szeretett volna kapni arról, hogy a magyar munkavállalóknak a munkabére növekszik. Folyamatosan a reál értékét is meg tudja tartani, illetve a régi országaihoz képest is versenyképes marad. Jelen pillanatban csak lemaradásról tudunk beszámolni, ez a 4%-os minimálbéremelés, ez gyakorlatilag arra elég, hogy üldözőbe sem tudjuk venni őket. Lett volna olyan opció, amikor mi is aláírhattuk volna ezt a minimálbér megállapodást, ez konkrétan személyi jövedelemadó csökkentés, különböző járulékek csökkentése esetén elfogadható lett volna, mert akkor reál értékben mégiscsak több maradt volna a munkavállalók zsebében. Tukacs Imre azt mondja, azoknál a vállalatoknál, ahol a szakszervezet jelen van, minimum 6%-kal emelik a béreket.
Így például a Tamási gyárban 6, egy Bonyhádi gyárban közel 8, és egy Szekszárdi gyárban pedig 9%-kal emelik várhatóan a béreket a vállalatok. Azzal, hogy a munkaadók megegyeztek a munkástanácsokkal és a Liga szakszervezetekkel a minimálbérről, hatályba lép a megállapodás. Volt már ugyanis példa arra, hogy nem volt egységes a szakszervezeti oldal, a kormány mégis kihirdette a többségi álláspontot.